Törzsasztal Szabó Zoltán Attilával. Fővédnök Dúzsi Tamás. A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni. Nem újra rendezgetni azt, ami már megvan benne, hanem hozzáadni mindig. Nyitányként Kálói Molnár Péter és Rutka Róbert előadásában hallották Ady Endre a Fekete Zongora című remekét. Én pedig már is köszöntöm a Törzsasztal hűséges nézőit, mai vendégeim Nyírő Bea, színművész, színházi rendező, jelmezés, díszlettervező, író. Jól elsoroltam körülbelül? Igen, körülbelül. Igyekeztem. De inkább csak maradjunk annál, hogy színművész. Rendben. Az a legjobb. Színművész, csinos hölgy, szóval kész, ez már egy indulatnak vagy indulásnak egészen. Tamás egyből megmutatja, hogy milyen lelkesen tud udvarolni, rajongani. Tamás mindig udvarol. Ha már lehet. Lehet. Ez a műsorban mindent lehet. És akkor Tátrai Vilmos, aki hát muzeológus, művészet, történész, és hagyd tegyem gyorsan hozzá, hogy egy kisebb rekordot mondhat magáénak, főleg a mai világban, hiszen a Szépművészeti Múzeumnál lassan fél évszázada dolgozik, ugye? Hát 1970 óta, most ne kényszerítsen ilyen komoly szellemi teljesítményre, hogy megmondjam, mennyi év telt el, 46-nak közben mégis kiszámoltam. Hát ez a mai világban, én azt hiszem, hogy kivételes rekord. Első kérdésemet akkor Beának tenném föl, még pedig azt, hogy a Csáli nénye kapcsán olvastam egy színházi kritikát, és a következőt olvastam, a szerző azt emelte ki, hogy Nyírő Bea szeretettel éri el a célját. Egyrészt lehet-e ilyen egyszerű egy recept, főleg színházban, másrészt nem annyira jellemző az, hogy egy kritika egy ilyen mondatot
fogalmazzon meg. Tehát általában egészen másképp szólnak ezek a kritikák. És, pláne és azért, mert nyilván nem volt benne a darabba, tehát valószínű, hogy ezt valahonnan hallotta, vagy valaki elárulta neki, akár egy színész, akár egy szakmabeli, aki éppen velem dolgozott. Mivel én ugye máshonnan jövök, a színpad túloldaláról, mint színész, amikor rendezek, akkor mindig nagyon nagy bajban vagyok. Mert amint lent vagyok, szembe a színművészekkel, másként élem meg a dolgokat. Sokszor jön bennem olyan érzés, hogy felkiabálnék, dühösen mondanék valamit. Ha úgy érzem, hogy értetlen, akkor megráznám, hogy figyelj már, ötször mondtam el. De mivel én ezekkel szembesültem sokszor, mint színművész, hogy lent volt egy rendező, aki láttam, hogy akár a kollégát, akár engem hál' Istennek nem, de kollégákat, vagy fiatalabb művészeket gatyába rázott, méghozzá nem igazán kellemes, vagy nem igazán jó stílusban, igen, modorban. Ezért elhatároztam már réges-régen, amikor még az első gyermekprodukciókat rendeztem, hogy mindenképpen megpróbálok valami mást. Mert én azt gondolom, hogy sokkal könnyebb mézzel legyet fogni, mint légycsapóval. Ezt a nagymamám mondta mindig, és nekem ez mindig bevált. A Charlie Nény az egy kivételes alkalom volt, ahol minden összejött, és ez működött. Úgyhogy a színészek mindig az az első, amit kérdeznek, jövőre mit rendezel? Én is benne vagyok? Ne? Még nem tudom. Jövőre mit rendezel? Mert hál' Istennek szeretnek velem dolgozni. Hát így ezek után már értem. Tátrai Vilmosnak is van egy ominózus mondata, amit én itt előcitálnék. Ez így szól: abszolút vállalom a hedonizmus vágyját. Számomra az esztétikai élvezet alapvető a művészetben. Ez sem teljesen tipikus mondat, és meg is mondom, hogy miért. Mert egy felkent muzeológus nem feltétlenül szokott ilyesmit nyilatkozni. A végcélnak érzem azt, hogy akár tanulmányokon, könyveken, cikkeken azért érdemes átrágni magát az embernek, hogy a végén eljusson egy olyan fajta élményhez, aminek aztán semmi köze nincs már betűhöz, hanem csak a látványhoz, az élményhez. Csak azt csinálom, ami egy muzeológusnak eleve kötelessége, hiszen miért is vagyunk ott a múzeumban, mi művészettörténészek, muzeológusok? Azért, hogy tudjuk, hogy az mondjuk a régi képtárnak van kb. 3000 festménye, és hát miért lennénk ott, hogyha annyit sem érünk, hogy azokról a művekről, amelyekről keveset vagy semmit sem tudunk, megpróbáljuk kideríteni, hogy mik azok. Rengeteget kell nézni a saját műveinket, a más múzeumoknak a műveit, félretesz az ember egy csomó kérdést, hogy ez a kép is kérdés, és az a kép is, köztük például ez az Anselmi kép. Pont ez úgy volt benne a katalógusban, hogy közép-olasz festő 17.-18. század. Tehát egy totál bizonytalanság. Tehát, kiderült belőle, hogy egy 16. századi pármai festő, és azon belül Michelangelo Anselminek hívják azt. És ezért keresztül is kasul kellett utazni a Itáliát? Vagy hanem aztán, amikor az ember a végeredményhez eljut, az szóval egy ilyen, van tényleg egy ilyen halmozódás, egy ilyen akkumulálódás, és szinte véletlen, hogy melyik az a pillanat, amikor beugrik, hogy jé, hát ez lehet az a festő. Ez egy ahhoz is hasonló folyamat, mint amikor az emberek mondjuk az a feladata, hogy 100 vagy 1000 embert megismerjen arcról. És akkor az eltart egy ideig, amíg megismer. Szóval ugyanarra... Önnek jó a memóriája egyébként?
Nekem nagyon rossz, nem dicsekszem vele, de nagyon, nagyon rossz memóriám van. Ki gondolná? Tényleg, tehát hogyha nekem, mit tudom én, valami memoárszerűséget kellene írnom a gyerekkoromról, akkor, vagy a fiatal koromról, akkor ilyen emlékfoszlányok vannak. Ami nagyon fájt, ami nagyon rosszul esett, ami nagyon bántott. Csak a rosszra emlékezem, lehetne mondani. Azokra emlékeznék, de egyébként például a feleségem, aki Szepes Erik, aki a írással is foglalkozik, novellákat is ír, amellett, hogy elsősorban irodalom történettel, ő például egészen apró, tudja azt, hogy 10 éves korában egy osztálytársa éppen milyen kockás szoknyában volt. Szóval ez hát azért ez is egy súlyos betegség. Igen. Igen. Hölgyekre jellemző. Én, rád nem? Az én memóriám az úgy működik, hogy miután nagyon-nagyon figyelek, a képekre nagyon-nagyon figyelek, az se úgy, hogy ha most azt mondják, hogy ezt vagy azt a képet most pontosan írjam le, hanem egy képnek a látványa előhívja bennem más, esetleg szerencsés esetben ugyanattól a festőtől való képeknek a látványát, tehát ebből tárolok a memóriámban egy nagyobb adagot. Akkor mi most szeretnénk eltárolni majdan a memóriánkba azt a fantasztikus élményt, hogy valami nagyszerű nedűvel megajándékozol bennünket. Igen, szigorúan ez az egy deció. Itt azért jobban lehet, hogy könnyű fehér, meg nehéz vörös, vagy szóval itt most egyértelműbb a dolog, mint a 200-300 év, meg más náció festése között. Itt azért, jobban látszik, hogy ez egy könnyű fehér, az meg egy nehéz vörös. De például ez egy nagyon jó alkalom, hogy annyiban közbeszóljak, hogy például vannak emberek, és gondolom azok közé tartozik, akik több száz fajtából meg tudnak különböztetni. Hát az, hogy meg szóval, hogy írdatlan sokat kóstoltam, meg sok mindent, az, hogy most nagy biztonsága mindenről megmondom, azért az nem biztos, hogy úgy van, de azért a vidéket, a fajtát, a tájt, a stílust azért sok mindent. Sok mindent tud az ember. De ez egy könnyű fehér 2015-ös olasz Riesling, ami a fehérek közül Magyarország fő fajtája volt, most már talán nem, de elég élen van. Egyetlen hibája van, hogy nem túl szerencsés a neve, hogy olasz Riesling. Ezt mi nagyon szeretjük, de külföldre hogy adjak egy magyar bort, mikor olaszsal kezdődik. És ezt már rég meg kellett volna változtatni, ez a fő hibája, és nagyon szeretném. Milyen nevet adnál az olasz Riesling? A magyar Riesling, hát kész, vagy valami, de mondom, zavart okoz, mert Rieslingnek a világa rajnai Rieslinget, és azt csak Rieslingnek hívják, mi mondjuk rajnainak, mert ez egy könnyed ízvilágban, nem magas alkoholfokkal, egy 11-es alkoholfok, ez egy jó iható szomjoltásra való bor. Kérdezik, még nem csinálok fahordusat, lehetne csinálni, de hát most én nem akarom elvenni a Balaton felvidékiek kenyerét. És a Balaton, ez pedig igazából azt hiszem, hogy a te asztalod, hiszen? Hát én Balatonboglári vagyok, igen. Én ott születtem, és még a mai napig is édesanyám ott él. Édesapám kedvenc bora volt az olasz Riesling. Volt egy kis 300 liter bora édesapának, mindig úgy ő kötözgette, csinálgatta. Ihatatlan volt, mert szerintem az ecet az hasonlított rá, de arra mindig jó volt, hogy elosztogatta a barátainak. Úgyhogy, mert régen azért szoktak egymásnak segíteni, és ogorokomák, és akkor nem pénzzel, hanem valamit. Az egyik adott egy tyúkot, a másik adott ez. Édesapának mindig kis kannába, vagy ebbe-abba vitték a kis borát, de ezzel ő el volt mindig. Balatonboglártól 2-3 kilométerre van egy kis hegy nevezetű, ahol neki volt egy kis pincéje. Hát ott egészen jó borászat. Igen, nagyon. Hát igen, a légli borok, igen, a bujdosok, ők az én osztálytársaim voltak. Nyáron, mivel ugye művészet idézőjelben színház nincsen,
május végén befejezzük az évadot, általában minden színházban, június, július, augusztus az arról szól, hogy én otthon vagyok Balatonon, a szüleimmel, meg a szülővárosomban. Így van. Szép hangja van a pohárnak. És én veled kapcsolatosan tudom, hogy eredetileg, és ezt egyszer a telefonunkor beszéltünk nemrég, akkor mondtad is, vagy ki is hangsúlyoztad, hogy szóba került, hogy bölcsészlány vagy. Igen, a színművészeti főiskola elvégzése után belekerültem egyből a sűrűjébe, ugye Budapestreten egyből két helyen is kaptam szerződést, az akkori Népszínház, a Józsefvárosi Színházba és a Thália Színházba, Kazimír Károly hívott engem, és nagyon sokat dolgoztam, de aztán egyszer csak volt az életemben egy olyan pont, amikor valahogy kevesebb volt a munka. Nagyon jó dolgokat csináltam, és nagyon csodálatos művészekkel dolgoztam együtt, de kevesebb volt a munka, és feltettem a családomnak ezt a kérdést, hogy tudnának engem abban támogatni, hogy én még egy egyetemet elvégezzek. Azt gondolom, hogy egy művész, ez legyen festőművész, legyen énekes, táncos, zenés, de legfőképpen a színész, aki ugye a verbalitás, tehát eleve az írott műből él, és abból táplálkozik, mindenképpen ha van egy tudás mögötte, ha van valami, ami megalapozza az ő munkáját. Azóta Bátrabban is rendezel? Tehát ez hatott ilyen szinten a művészi mi voltodra? Hát adott azért egy bátorságot nyilván, vagy egy magabiztosságot, egy önbizalmat. Vagy van olyan mű, amihez azáltal, hogy bölcsészként egy mélyebb, egy alaposabb tudást szedtél magadra, ezáltal azt mondod, hogy ehhez a műhöz már hozzá merek nyúlni? Valószínű, hogy azért a bátorságot az is megadja, hogy az ember tudja, hogy hová nyúljon a polcra. Segített. Magabiztosság, önbecsülés, az nagyon fontos egy művésznek. Olyan sokszor vagyunk a színpadon úgy, hogy a kritikusok aztán a földbe döngölnek minket. Annak ellenére, hogy ők nem tudják, hogy azokat a dolgokat, azokat a lehetőségeket már mi mind kipróbáltuk, amiket ő szeretett volna látni a színpadon, de nem működött. Ezért áttértünk egy 28. variációhoz, ami aztán működött. Kritika és kritika között van igazából különbség, nyilván. Mert én azt gondolom, hogy az elmúlt években igazán mértékadó kritikai újságírás nem nagyon fedezhető fel Magyarországon, tehát azért kevés az olyan tényleg alapos kritikai elemzés, akár színházról, akár másról. Egyszerűen azt gondolom, hogy azzal, hogy megjelentek a különböző programmagazinok, meg megjelentek a különböző internetes ilyen-olyan oldalak, azok lényegében leegyszerűsítették a kommunikációt, és az emberek számára nagyon sokszor a legegyszerűbb, hát ezek nem is gondolnám, hogy kritikák, hanem nagyon sokszor inkább csak ilyen ajánlók, vagy ilyen, ugye? Hogyne, hát a kritika nincs is benne, vagy ha van, akkor nyilvánvaló olyan pocskondiázás, mocskolódás, vagy éppenséggel nem tetszés nyilvánítás, ami legelőször a szemünkbe ötlik, mert ő magát szeretné önmegvalósítani. Igen. Az egykori, igen. Most az anti időkből, mondjuk a filmszínház muzsikának nincs egy majd megfelelője. Hát próbálkoznak, de igazából nincsen. Nincs elfogulatlan. Azt is nézik, milyen színház, milyen darab, kik játsszák, ki a rendező. Azon kívül nagyon felhigult a szakma. Nem csak az, amiatt, ez hogy... Ez a szakma is. Ez a szakma is. Tehát nem csak amiatt, hogy rengeteg a magát színésznek, vagy színművésznek nevező. Ugye színész az, akinek nincs diplomája, színművész az, akinek van diplomája. És aztán még ez sem biztos, hogy fedi a valóságot, vagy az igazságot. Felhigult a szakma, rengeteg munkanélküli művész van, énekes, táncos színész, és összeállnak különböző kis társulatokká, csinálnak egy darabot. Régebben könnyebb feladata volt egy kritikusnak, mert
majdnem azt lehet mondani, hogy ismerte azt az ezer darab, ezer színészt, aki volt. Beleértve a vidéki művészeket is, és esetleg a táncosokat is. Nem voltunk sokan, most már nagyon sokan vagyunk. Itt szerintem egy feloldhatatlan dolog van. Sokkal több azért a kiállítási lehetőség ma, mint régen volt. Mindenki persze sír, hogy most nem tud elég kiállítást csinálni, de végül mindenki valahogyan kiharcolja magának azt, hogy itt vagy ott kiállítson és megmutathassa magát. Tehát azért mégiscsak előállt egy olyan virágozzék minden virág állapot. De azt áruljuk el gyorsan, hogy az nem véletlen a névrokonság Tátrai Vilmos, hiszen az édesapja ugye a híres hegedűművész, a Tátrai Vonós négyesnek ugye az alapítója volt. Igen. Ebből pedig az következik, hogy engem az is nagyon érdekelne, hogy az a gyerekkor, ami ilyen értelemben, egy picit olyan értelemben a csillogásról szólt, hogy az az otthon, ahol önök laktak, oda Kossuth Díjas művészek sora érkezett föl, ott az szinte egy irodalmi, egy zenei, egy művészeti szalon volt, hogy ebből egy gyerek mit vihetett magával tovább az útra, illetve voltak ennek árnyoldalai? Hát pontosan kettős hatása volt, nagyon leegyszerűsítve, mert nyilván sok-sok fokozat van, de végül is azért a helyzet az élére is állítható. Hát egyszer úgy fogalmaztam, hogy nem volt azt olyan egyszerű túlélni, hogy az embernek egy olyan apja van, aki világhírű volt, és amikor a sétáltam a szüleimmel, vagy kimentem az utcára, akkor odajöttek, na Vilike, ugye büszke vagy az apukádra, és egyfolytában ezt hallotta az ember. Például, most nagyon hülyén fog hangzani, már pedig most fölösleges lenne hazudni. Volt az életemben egy olyan korszak, pontosan így a gyerekkor és a kamaszkor határán, amikor úgy azt kérdeztem magamtól, hogy tulajdonképpen mi az ember életének az értelme, hogyha ő nem egy világhírű művész, vagy egy világhírű tudós, és hát bizony ez egyáltalában nem egyszerű dolog. Szóval vagy azért nehéz felnőni, mert mondjuk az embert olyan környezet veszi körül, amelyik nem elegendő kultúrával látja el, vagy egy ilyen okból nehéz föl, nagyon nehéz volt felnőtté válni. Lehet, hogy még most sem sikerült. De. Én találkoztam hasonló esetekkel, ahol szerencsétlenül jött ki, de itt lehet, hogy a úgymond szakma vagy hivatás választás, lehet, hogy ez nagyon jól sikerült, mert lehet, hogy egy nem jó zenész lett volna önből az édesapa mellett, de viszont egy nagyon jó múzeológus, szóval, hogy a művészet meg a művészet szeretete megmarad, de nem biztos, hogy ugyanaz kell, nem mindenkinél van, ugyanarra van, de hogy mondjam, otthonról sokat hozott, csak azt egy másik ágba kamatoztatta. Ezt én jónak tartom, én láttam nagyon szerencsétlen, ahol hát nyomatásba érezte magát, mert ő neki ahhoz nem volt tehetsége, de ő azt akar, szóval, hogy nem jó jött ki, de hát önnél ez jó jött ki. Ezt úgy tudom érzékeltetni, hogy például oda jártam akkor a Fürth Sándor utcának hívták, azt hiszem, hogy Hollán Ernő utcai zenei iskolába, és ott egy bizonyos Víg tanár úr tanított engem, és hát ugye hegedülni kellett tanulnom, iszonyatosan szenvedtem tőle, a szolfésból pedig végképp nem értettem semmit, fogalmam sem volt, hogy egyáltalán miről van szó. Ugyanazt értem át, mint tudom érteni, nem jártam zenei iskolába, próbáltam, fogalmam. És akkor ott vagyok benne, és tanít engem a Víg tanár úr, és akkor még a vonóhoz még el sem lehetett jutni, hanem csak pengetni volt szabad, és ott pengettem. Úgyhogy izzadt közben a tenyerem, és rettenetesen rosszul éreztem magam, és akkor bejött valaki, már fogalmam sincs, hogy ki, és akkor a Víg tanár úr csillogó szemmel azt mondta, hogy hát ez a Tátrai művész úrnak a fia.
hát úgy szerettem volna elsüllyedni abban a pillanatban. Szóval nagyon sok, egyrészt kifejezetten traumatikus élmények is kapcsolódnak ehhez a dologhoz. Másik oldalon például azt a könyvet, a Rika Károlynak a Képek, szobrok című könyvét, amitől tudom datálni, aminek az elolvasásától tudom datálni 12 éves koromtól, azt, hogy én művészettörténész akartam lenni, azt az apámnak a könyves polcán volt ott, és az apámnak meséltem el azt, hogy mit olvastam abban a könyvben. Szóval ez a két oldal megvolt, csak szerencse kellett ahhoz, hogy túl tudjon az ember rendülni. Nem volt egyszerű. De a Turaida Színházban hogy érzed magad? Úgy értem, hogy helyeden vagy? Én azt látom, hogy díszlettervező, jelmeztervezőként számítanak rád, adott esetben kicsit beleírsz egyik-másik darabba, rendezel, rengeteget vagy színpadon, most is volt premier, tehát azt gondolnám, vagy én azt gondolom ezt kívülről, hogy ez egy nagyon jó és egy szerencsés állapot, főleg a mai viszonyok közt. Így van ez? Hát azt gondolom, hogy a sors a tenyerén hordoz engem, hogy mi találkoztunk Darvas Ilona igazgatónővel 15 vagy még régebb évvel ezelőtt, és valószínű, hogy minden művész így lenne ezzel, hogyha egy ilyen kiváltságos helyzetbe kerülhet. Nyilván nagyon sokat dolgozom, meg dolgozunk, akik ott vagyunk ebben a színházban, hogy a Turaida Színház annak ellenére, hogy kőszínházzal rendelkezik, ez egy magánvállalkozás, tehát ez egy... És rengeteget utazik ez a társulat. Igen, utazik. Most már kevesebbet utazunk, tudunk utazni, mert hogy ugye a Kálvária tér 6 szám alatt megnyílt a színházunk 2 évvel ezelőtt, amit csodálatosan felújítottuk, kívül belül egy nagyon szép kis ékszerdoboz lett. Ez valaha régen egy mozi volt, és a Józsefvárosi Színház. És valahol régen, én a Józsefvárosi Színházban itt kezdtem. Na, tehát tessék, ide igen. Szerződtem a Színművészeti Főiskola után először. Úgyhogy nagyon érdekes volt belépni megint oda, főleg amikor még felújítás előtt ugye nagy takarított az összes színész, műszakosok, mindenki takarítottunk, hogy meg tudjuk kezdeni a felújítást. Szokták kérdezni, hogy miért nem megyek olyan színházba, ahol ami egy állami színház, vagy önkormányzati, vagy tehát ami nem egy maszek színház. Voltam ott is. Csodálatos dolgom volt ott is. Mindig főszerepek, nagy szerepek, jó szerepek, csodálatos kollégák, de minden márciusban az az idegeskedés, hogy vajon jövőre is kellek-e? Hogy vajon meghosszabbítják-e a szerződésemet? És akkor én elmentem szabadúszónak, idestova most már nagyon régen, 1993 óta vagyok szabadúszó, és azt gondolom, hogy az a jó, hogyha az ember tartozik egy kicsit egy társulathoz természetesen, de azért megengedheti magának, hogy ő válogasson a kendermagban. Nyilván hozzásegít a szinkronizálás is, hogy anyagilag is az ember egy kicsit szabadabb és önállóbb tud lenni, mint az, hogy kiszolgáltatva vagyok egy igazgatónak, és ha jön a következő, annak vajon kellek-e? És ha jön a harmadik, akkor annak vajon kellek-e? A színész lét. A színész lét, ez borzalmasan nehéz. Én azt a jelzést kaptam, hogy elszaladt az idő, mert itt mindig elszalad, viszont szerintem zárásképpen egy kihagyhatatlan élmény lenne az, hogyha megkóstolnánk ezt a csodát, amit én ott látok. Javaslom, hogy mutassuk be a nagy látványos befejező kocintás című remeket. Köszönjük a figyelmet! A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni. Nem újra rendezgetni azt, ami már megvan benne, hanem hozzáadni mindig. A Törzs Asztal média partnere a Wine Lovers rendezvények.